Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Honvédség részéről dr. Orosz Zoltán altábornagy, valamint Maxi Schwartz vezérőrnagy, az Amerikai Egyesült Államok Európai Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka Szolnokon, az Itebej Kis József helikopterbázison. Az eseményen jelen volt és beszédet mondott dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. A szerződés értelmében a második különleges rendeltetésű ezred katonái új fegyverzetet és egyéni felszerelést vehettek át. Itt egy statikus bemutató látható azokból a fegyverrendszerekből, eszközökből, anyagokból, amit az Egyesült Államoktól kaptunk az utóbbi időszakban. Hogy ebből gyakorlatilag kiemelkedik az MK-13-as mesterlövészpuska, az M110-es mesterlövészpuska, az egyéni felszerelés és az új rohamsisakok, új éllátó eszközök, új optikai irányzékok. Tehát egy csomó anyag érkezett most a közelmúltban. Orosz Zoltán altábornagy, honvéd vezérkarfőnök helyettes az egyezmény aláírása után elmondta. A világban zajló új biztonsági fenyegetések a terrorizmus miatt a Magyar Honvédség minden rendelkezésre álló erővel és forrással erősíteni akarja különleges képességeit. Ebben az amerikai hadsereg a kezdetektől fogva segítségre volt a magyaroknak, és eszközökkel, kiképzésekkel, anyagi forrásokkal egyaránt támogatta a magyar törekvéseket, a megállapodás aláírása pedig tovább erősíti az együttműködést. Az altábornagy kiemelte, az eredmények legmarkánsabban Magyarország afganisztáni műveleti szerepvállalásában mutatkoztak meg. Simicskó István honvédelmi miniszter az együttműködés kapcsán a megnövekedett védelmi képességeket hangsúlyozta. Azt a célt fogalmaztuk meg, hogy Magyarország biztonságát garantáljuk, Magyarország biztonságát minél magasabb szinten el tudjuk látni. Ennek érdekében erősítjük, és szeretnénk komolyan fejleszteni a Magyar Honvédséget. Az eseményen elhangzott. A Magyar Honvédség idei egyik legfontosabb feladataként határozták meg az eszközpark és a katonák egyéni felszerelésének, fegyverzetének fejlesztését. Ennek érdekében a honvédelmi tárca minden lehetőséget felhasznál. A folyamat részeként a szolnoki bázison átadták azt a két könnyű helikoptert is, amely az országos mentőszolgálattól került honvédségi használatba. Két olyan kiképzésre, felderítésre, futásszolgálatra alkalmas kis helikopterrel gazdagodik a Magyar Honvédség, amely biztonsági szempontok alapján mindenképpen, ha nem is jelentős, de igen komoly előrelépés jelent. A tárcavezető kiemelte, a mostani fejlesztések csak a kezdetet jelentik. A legfőbb cél a magyar emberek biztonságának megőrzése, ez pedig csak úgy valósítható meg, ha a haderő folyamatos fejlesztésen megy keresztül. Simicskó István elmondta, 2026-ig évente a GDP 0,1%-ával szeretnék növelni a védelmi kiadásokra szánt költségvetési keretet. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező 10 évre egy olyan fejlesztési ütemtervet tudunk bemutatni Magyarországnak és a szövetségeseinknek, amely mindenképpen példaértékű. A miniszter szerint a megváltozott biztonsági kihívások miatt az alaptörvény módosítása új feladatokat állít a Magyar Honvédség elé. A terrorizmus miatt a különleges műveleti képesség kulcsfontosságú az új típusú küzdelemben, ezért az ilyen alakulatban szolgálatot teljesítők felszereltségének és fegyverzetének is kiemelkedő jelentősége van. Az átadón a második különleges rendeltetésű ezred katonái statikus és hatástechnikai bemutatót is tartottak.